Közben itt az elején én le szeretném nektek mondani, hogy én se vagyok tapasztalt és profi videós, még csak 57 feliratkozó van, de ezt is köszönöm. Azért csinálom nektek ezt a videót, hogyha ti is szeretnétek csatornát, YouTube csatornát, akkor legyen nektek is ötlet. Sziasztok, én Ed vagyok, és a mai videóban tisztelőben láthatjátok, hogy egy olyan videóban jöttem el, ami nem megszokott a csatornámon, de csak egy rész lesz belőle. Az a cím, amit láthattátok, hogy tippek kezdő videósoknak. Ezt elmondtam már az elején a videónak, hogy én se vagyok profi videós, én is még csak kezdő vagyok, de hogyha ti szeretnétek, akkor ezek ilyen jó segítségek. És most már van mikrofonom. Akkor írni, legyen ilyen kis. Első, legyen interneted. Azt arra értettem, hogy legyen interneted, hogy van a mobilhálózat és a wifi. Mobilhálózat az, amikor mondjuk feltöltitek magatokat, és van netetek. És a wifi az pedig otthon van, a wifi routertől jön a wifi. És akkor azt arra kell használni, hogyha megvágod a videót, utána normális, hogy le kell tölteni is valahogy, és az is csak wifi-vel megy, úgyhogy ezért kell letölteni. Ehhez kell wifi. Tettem, hogy mondjuk, hogyha feltöltitek YouTube-ra, az se ingyenes, azt is csak nettel lehet, vagy wifi-vel. Úgyhogy második, telefonnal is jól lehet videózni. Ezt arra értettem, hogy normális, hogy géppel jobban tudsz videózni, de a telefonnak is van jó kamerája, de gépen csak ilyen gameplay-eket lehet még, lehet mondjuk ilyen más videót is felvenni a webkamerával. Szóval ezt erre értettem, de én is egyfesz telefonnal videózok, nem kamerával, vagy nem gépen. Szóval harmadik, legyen indexképed. Nekem is láttátok már, meg más videósnak, hogy ilyen hülye arcokat vágnak, és ez arra jó. Én nekem is eddig, amikor kiraktam a második videómat, az a Minecraftos, annál se volt indexkép, és nem volt annyi megtekintésem, és aztán kiraktam a harmadik videómat, az is egy Minecraftos volt szintén, és akkor már bementem az egyik alkalmazásba, nem mondhatom. Bementem, és akkor láttam, hogy ott lehet indexképet tenni, és mondom, mi van? Hogy lehet? Mert eddig nem is engedte, és a harmadik videónál engedte, úgyhogy fejlész az indexkép. Negyedik, legyen háttérzenéd. Hogyha háttérzenét teszel, az olyan legyen, hogy vagy nem ilyen rockos is lehet bármilyen, amilyet ti akartok, csak ne legyen copyrightos. Hogyha copyrightosat szeretnétek, akkor maximum úgy, hogy engedélykéréssel, mert ugye, hogyha copyrightosat raktok be, a YouTube copyrightotat, és mondjuk, hogy eléritek az 1000 feliratkozót, nem kapjátok meg azt a pénzösszeget. Legyen fejléced. A fejléced az csak gépen lehet betenni, mint láttátok, nekem is van fejlécem, azt is gépen raktam be, de rájöttem, hogy telefonon is lehet, úgyhogy szeretném majd lecserélni, maximum 2022-ben. Szeretném lecserélni, és a fejléced azt meg kell szerkessétek, meg kell szerkeszteni. Ide bevágom nektek, hogy hányszor hanyasba, és akkor, hogyha fent lesz, akkor jó lesz, mint nekem, és vagány. YouTube Shorts. Azt láttátok, hogy nekem is van ilyen kis YouTube Shorts, amit de bevágok egy kis videót, hogy van. És azt úgy kell csinálni, hogy bementek a vágó alkalmazásba, és akkor kiválasztjátok a méretet, hogy milyen legyen a... És akkor, amikor töltenétek fel YouTube-ra, akkor azt kell megnyomni, hogy ott középen van egy kis plusz gomb, és akkor ott mutatja, hogy rövid videó készítése, videó feltevése és élőadás készítése. Én nekem mondjuk más youtubereknek olyat is kiírod, hogy poszt készítése, de csak 100 feliratkozónál lehet, úgyhogy én nekem még kell egy kicsi. Amikor elkészítitek, megadjátok a címet, bármilyen cím lehet, és akkor odaírjátok, hogy hashtag shorts. És akkor úgy kint lesz a YouTube shorts, és akkor a hetedik, a vicces bevágások és effektek. Például azt arra értettem, hogy itt is van egy ilyen vicces effekt, és vicces bevágások és effektek. Azt arra is értem, hogy
az, hogy vicces bevágások és effektek, az azért jó, mert az izgalmassá teszi a videót, és röhelyes lesz tőle. Szóval, hogy többet fognak rajta nevetni a nézők. Én nekem is szokott lenni ilyen vicces bevágás, úgyhogy... Úgyhogy ez a címből is láttátok, 7 plusz 1 tipp kezdő videósoknak. Az a 8. az az, hogy izgalmas tartalom. Azt arra értem, hogy vagy gameplay, vagy mondjuk, hát, prank is lehet, de a leginkább, amit szeretnek, az a vlog és a kihívások. Én nekem is már volt vlogom, abból egy jövőre tényleg tervezem. Hát igen, elmagyaráztam nektek, a gameplayhez bármit, hogy kivjákolhattok, csinálhattok bármilyen játékkal, csak a zenét némítsátok le, hogyha olyan van benne, hogy kopi. És itt a videó végén bocsánatot szeretnék kérni, hogy 3 hónapja nem volt kint videóm. Ez a 2021 nem volt annyira jó, hogy videót készítsek. Most ugye szeptembertől csináltam volna még videókat, csak elkezdődött az iskola, és ez megnehezítette a dolgomat, de jövőre ígérem, hogy több videót fogok csinálni. Ez az év utolsó videója. Milyen fura kimondani, utolsó. És aztán újra csinálok videókat, mint tavaly. Tavaly az első videóm az egy ilyen bakik volt, és aztán jöttek a többi videók. Nem volt idén se sok videóm, olyan 10 körül. Körülbelül, az nem sok, egyáltalán 365 nap volt. Nem baj, majd idegszem a jövőre, és így utólag is boldog karácsony szeretnék nektek kívánni, és boldog új évet, és így egybe kellemes ünnepeket. A videó végére elfelejtettem kiköszönni, úgyhogy kellemes ünnepeket még egyszer, és jöhet az outro.